Jelentősen nőhet a gyümölcsösök termőterülete. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint akár 17 ezer hektárral bővülhetnek a következő években a hazai gyümölcsültetvények. Újra elindul a diplomamentő akció. 400 millió forintból közel 1300 olyan személynek nyújt segítséget a program, akik oklevelüket a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták meg. Jelentős díjat kapott Panyola, a település második helyet ért el a magyarországi falu megújítási díjpályázaton a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért díjkategóriában. Akár 17 ezer hektárral bővülhetnek a következő években a hazai gyümölcsültetvények. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Központi Statisztikai Hivatal idén tartott gyümölcsültetvény összeírást. Ennek során mintegy 73 ezer hektárnyi területről gyűjtöttek adatokat a hivatal szakemberei. A felmérésből az is kiderül, a megy mellett almafákat terveznek telepíteni a legnagyobb területen a gazdálkodók. Idén februárban kezdték meg a gyümölcsös ültetvények összeírását Magyarországon. Az adatgyűjtés kétfordulós volt, februárban a gazdák online nyújthatták be adataikat, míg márciusban és áprilisban adatösszeírók látogatták meg a gazdákat. Az előzetes adatok alapján almát termesztenek a legnagyobb területen országszerte. 73 ezer hektárnyi gyümölcsös területet írtunk össze, ennek az 53%-án almát, illetve medgyet termesztenek. Az alma esetében azt jelenti, hogy 25 ezer hektáron folyik az alma termesztés, a medgy esetében pedig 14 ezer hektáros területről beszélhetünk. A harmadik legjelentősebb gyümölcsfajunk egyébként a dió, itt 7 ezer hektáros területről beszélünk. Az mutatkozik az adatokból, hogy az alma terület az elmúlt időszakban csökkent, mintegy 5 ezer hektára, ugyanakkor a dióé, és emellett még egyébként a bodzának a területe is megnőtt. A KSH felmérte még a gazdák későbbi szándékait is. Eszerint 17 ezer hektáron terveznek telepítést, illetve 12 ezer hektáron kivágást, így Magyarországon a gyümölcsös terület 2022-ig 5 ezer hektárral nőhet, és ebből 3 ezer hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható. Ezáltal az aktuális megyei 27 ezer hektár gyümölcsös mintegy 10%-kal növekedhet. Az alma az dominál, tehát a megye gyümölcsös területének több mint a 60%-a alma, a megy részaránya az 14%-ot jelent, és a többi gyümölcsfaj ennél kisebb részarányú. Ugyanakkor számba kell venni azt is, hogy a megyében rendkívül nagy kiterjedésű gyümölcsös területről beszélünk, tehát ilyen szerkezeti eloszlás mellett az ország alma területének közel 7/10, a megy területének 3/10, a dió területének 4/10 itt található. A cseresznye, a kajszi területekből is egy jelentős 20-30% körüli arányal részesedik a megye. Az összeírás feldolgozásának végeredménye nyár végére várható, de a KSH szerint túl nagy eltérés nem várható az előzetes adatokhoz képest. 400 millió forintból közel 1300-an vehetnek részt a kormány új diplomamentő programjában. Ez azoknak nyújt segítséget, akik oklevelüket a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták meg. A támogatás fejenként legfeljebb 300 ezer forint lehet, a programban résztvevőknek pedig legkésőbb 2020. március 31-éig kell bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványukat és az alapján kiadott diplomájukat. Még 2015-ben indította el először a kormány diplomamentő programját. Ezzel azoknak kívántak mentővet nyújtani, akik ugyan sikeresen befejezték felsőfokú tanulmányaikat, azonban nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. Idén újra elindul a program, a támogatott nyelvi képzésekben várhatóan szeptember közepétől lehet részt venni, a pályázati felület pedig augusztustól lesz elérhető. Itt 400 millió forint áll rendelkezésre, ebből a 400 millió forintból terveink szerint egy 1300-1400 jelentkezőnek tudunk tanfolyamot biztosítani, bízva abban, hogy sikeresen elvégzik ezt a tanfolyamot és sikeres vizsgát tesznek. A programban angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvi képzésekre lesz lehetőség, a nyelvi képzés szintje legalább, a nyelvi képzés szintje legalább általános, B2, tehát középfokú, a közös európai keretrendszer szerinti kimeneti szint lehet, így többek közt a szakmai nyelvvizsga is támogatható. Van egy keretösszeg, ez 300 ezer forint per fő, ami azt jelenti, hogy 2018
augusztusától, szeptemberétől indulna ez a képzés, és egészen 2019. december 31-éig tart. Na most itt lehet többször is tenni nyelvvizsgát, de bízunk benne, hogy a hallgatók többsége első alkalommal abszolválja, és a vizsgát, tanúsító nyelvvizsgát, illetve a diplomát 2020. március 31-éig kell bemutatni nekünk. Amennyiben ez nem történik meg, a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni a programban résztvevőnek. Jelenleg a nyelvi képzés biztosító intézmények kiválasztása zajlik. A cél az, hogy minél több vidéki helyszínen lehetőség legyen bekapcsolódni a programba. A korábbi program sikeresen zárult, összesen 6499 diploma megszerzéséhez sikerült hozzájárulni az államilag támogatott képzések segítségével. Ezeken a nyelvi képzéseken több mint 10 000 vettek részt, közel 9800-an eredményesen el is végezték azt, közülük pedig mintegy 7700 fő sikeresen nyelvvizsgázott. Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztossá nevezték ki Sesták Miklóst. A korábbi fejlesztési miniszter megbízatása 2018. május 18-ától 2020. május 17-éig szól. Kormánybiztosként Sesták Miklós látja el a közvetlen Európai Uniós források és az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság koordinációját, kezeli és koordinálja az egyes határon túli gazdaságélénkítő programokat, ellátja a határon átnyúló és a határon túli infrastrukturális és egyéb fejlesztések koordinációját, továbbá a határmenti megyék együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért is felel. Sesták Miklós feladata lesz továbbá a határmenti megyék turisztikai fejlesztéseinek és egyes Kárpát-medencei turisztikai fejlesztések kormányzati összehangolása és a kiemelt nemzetközi sportrendezvények lebonyolításának koordinációja. Második helyet ért el Panyola községe a Magyarországi Falu Megújítási díjpályázaton a fenntartható falu fejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért díjkategóriában. A pályázati anyag a település fejlesztéseit mutatja be egy több mint 10 éves időintervallumon belül. A díjról és a település fejlesztéseiről Muhari Zoltán Panyola polgármestere beszélt 35 perc című műsorunkban. A fenntartható falu fejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért díjkategóriában ért el második helyet az Európai Falu Megújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség pályázatán a közel 600 főt számláló Panyola község. A pályázatra azok az 5000 fő alatti települések jelentkezhettek, amelyek több évre visszamenő innovatív fejlesztéseket mutatnak be. A mi fejlesztéseink, amik belettek mutatva zömmel, az energia megmaradás, a megtakarítás, a hőszigetelés, intézményeinkben az ésszerűsítés, ugyanakkor egy Panyola brand kialakítása, ami 10 év alatt folyt, ez alatt a ismert Panyola nedőt, a pálinkát, és azon át, vagy azon túl a gyümölcsből készült egyéb termékeket, aszalványokat és lekvárokat, hiszen az önkormányzatunk elég jelentős munkát fektet abba, például a közmunkaprogramba is állítunk elő lekvárt, illetve aszalunk is. A pályázat benyújtása egy egyetemista ötlete volt, aki meg is írta a benyújtott anyagot. A dokumentum egy 2006-tól 2017-ig tartó intervallumot mutat be. Nem nagyon vagyunk eleresztve erőforrásokkal, azt kell megragadnunk, ami van, és amink van, az a hagyományaink, hiszen a hagyományos eljárásokkal dolgozzuk fel a termékeinket, illetve azokat a hagyományokat, kulturális hagyományainkat, ami nem csak a fesztiválon jelenik meg, hanem például a téli hagyományőrző farsangunkon is. Most már nagyon sokan voltak turisták ezen is. És hát ki is mondtam azt a varázsszót, hogy az egyik legfontosabb útirányunk, vagy legalábbis jelző oszlopunk az a turizmus. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Panyola Festet augusztus 2-től 4-ig, ahol színes programok és koncertek várják az érdeklődőket. Nyírpazonyban az óvoda és az általános iskola homlokzati szigetelése már az előző években megtörtént, mostanra pedig az épületgépészeti és fűtéskorszerűsítési beruházásokra is sor kerülhet. Az energetikai fejlesztések mellett az önkormányzat az óvoda konyháját is felújítja, majd azt követően átveszi annak üzemeltetését.
Nyírpazonyban az utóbbi években számos fejlesztés és beruházás valósult meg, melyekhez Európai Uniós, állami és saját forrást egyaránt igénybe vettek, több mint 1 milliárd forint értékben. A legutóbbi választási ciklusban leginkább a közlekedés fejlesztése, valamint a csapadékvíz elvezetés kapott kiemelt önkormányzati figyelmet. A településen ezeken kívül számos közösségi fejlesztés van folyamatban, legnagyobb mértékben például az óvoda fog megújulni. A konyhában és az ebédlőben lesznek beruházásaink. Ennek a nagyságrendje összegben egy olyan 80 millió forint értékű. Két nagy beruházásról van szó, az egyik egy 40 millió forint értékű napelemes beruházás, fejlesztés, a kazánt, illetve a fűtésrendszer fogja ellátni, fűtésrendszerbe fog betáplálni, ezzel csökkentve a kiadásainkat az óvoda rezsijébe. A másik pedig egy konyha felújítás, amely két nagy részből fog állni, szintén hasonló nagyságrendben, mint a napelemes pályázatunk. Lesz egy eszközbeszerzés 7 millió forint értékben, és a belső munkákat pedig a teljes épületgépészet meg fog újulni a villanyszerelési munkától, az épületgépészeti munkáig és a festésburkolásig, úgyhogy megújul a konyha, és az önkormányzat fogja a konyháját egyébként tovább üzemeltetni. Az óvodában jelenleg 4 csoport található, melyekben összesen 100 kisgyermek nevelése folyik. A település fiatalodása következtében azonban a férőhelyigény jóval 100 fő fölött lenne, ezért a következő évre egy újabb csoport létrehozását tervezik. A fenntartó ígéretet tett arra, hogy a nyár folyamán a régi szárnyban lévő 2 csoportszobát és egy fejlesztő szobánkat 5. csoportra alakítja át, és teljes felújításban fogja biztosítani a meglétét a csoportszobáknak. A berendezéseket, a tárgyi berendezéseket és az eszközöket pedig az intézményünk jótékonysági vájából szerzett bevételből és különböző adományokból fogjuk biztosítani. Az óvoda mellett a 2 tannyelvű iskola is megújul, a már leszigetelt épületben a fűtési rendszert fogják korszerűsíteni. Az elmúlt időszakban az iskola teljes felújításba részesült, külső burkolatot kapott, hőszigetelést, új színezetet kapott egy szép barna, világos-barna, sötét-barna kompozícióba. Ezen kívül a Nyíregyházi Tankerületi Központ segítségével ebben az évben 19 millió forintért a fűtés korszerűsítésére kerül sor, amikor 4 új kazánt szerelnek a kazánházba, aminek eredményeképpen energiamegtakarítást tudunk elérni. Nyírpazonyban jelenleg közel 700 millió forintnyi beruházás kivitelezése van folyamatban, melyek legkésőbb a jövő év végéig be is fejeződnek. A sereghajtó ellen búcsúzik az MB2-től a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér már korábban feljutott együttese, a záró fordulóban a biztos kieső Sopront fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A szezon utolsó fordulója előtt már azoknál a csapatoknál sem vezényelnek véresen kemény edzéseket, amelyeknél még sorsdöntőnek számítanak a megszerezhető vagy elveszíthető pontok. Ott pedig, ahol a nagy dolgok már eldőltek, a frissítésre helyezik a hangsúlyt a szakemberek. Nincs ez másként Kisvárdán sem, ahol a hétvégi meccset és az ellenfelet kellően tisztelve és komolyan véve készíti fel a játékosokat az edzői stáb. A futballisták lábában eddig 37 bajnoki, valamint jó néhány kupa és felkészülési mérkőzés van ebben a szezonban. Nyilván fáradtak a játékosok. Azért az utolsó héten már csak egyiket edzünk, de minőségben ugyanolyanok, ugyanazt csináljuk. Intenzívek, nyilván figyelünk arra, hogy most már ne okozzunk egymásnak sérülést, mert ugye az utolsó meccs van vasárnap, de nyilván a nagy melegre való tekintettel is, meg ezt megelőző sok mérkőzést is hangsúlyoztam, hogy csak egyiket edzünk. Bár a bajnokság elején akadt olyan, aki szerint túlságosan is bő volt a Kisvárda kerete, a szezon végére jócskán megfogyatkoztak a bevethető futballisták. Hosszú volt a szezon, bő is volt a keret, de így a bajnokság végére igencsak elfogytunk. Az MTK mérkőzésre is a keretben már 2 olyan fiatal játékos került be, aki az első csapattal nem nagyon edzett, de legalább ők is testközelből szemlélhették, hogy milyen egy igazi kiélezett. Hát úgymond kiélezett, tehát MTK ellen ugye rangadót játszottunk, de már nekik sem, meg nekünk sem volt. Időzélesen fontos a meccs, mert ők is feljutottak, és mi is. Hát egy meccs van, ugye a hétvégi, pont annyian vagyunk, hogy
hogy a kezdőcsapat az erős lehet. Tét meccsen mindenki nyerni szeretne, ezzel mi is így vagyunk. Meg hát utolsó meccset azért zárjuk már le, úgyhogy legyen tényleg szép az évadzáró. Meg hát nyilván várjuk azt is, hogy az érmeket megkapjuk, azt viszont olyan hangulatba szeretnénk átvenni, hogy győztes meccs után. A Kisvárda Sopron meccs vasárnap 17 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A Kölcsei Televízió nézői hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A záróforduló további párosítása a következő: Budafok Budaörs, Zalaegerszeg Mosonmagyaróvár, Siófok MTK, Csákvár Grosics Akadémia, Cegléd Kazincbarcika, Békés Csaba Soroksár, Vác Dorog, Szolnok Nyíregyháza Spartakusz és Győr Gyirmót. 8 pontos hátrányba került hazai pályán a Sunshine Nyikse az Újpest Megyeri Tigrisek csapatával szemben. A férfi kosárlabda MB2 osztályozó tornájára kerülésről döntő párharc első meccsén a vendégek 68-60-ra győztek Nyíregyházán. A visszavágót szombaton rendezik Budapesten. Az NB2 középcsoportját magabiztosan megnyerő Újpest Megyeri Tigrisek csapata több élvonalbeli múlttal rendelkező kosarassal érkezett a Bánki csarnokába. Ennek ellenére az első negyedet 7 ponttal nyerte a házigazda, igaz, a második 10 perc ugyanannyival lett a vendégeké. A nem túl pontgazdag 32-32-vel záruló első félidőt követően a folytatásban is fejfej mellett haladtak a csapatok. A hajrá azonban a fővárosiaknak sikerült jobban, így 8 pontos győzelmet arattak egy olyan meccsen, amelyen a végső dudaszó pillanatában volt a legnagyobb a két csapat közötti különbség. Egész évben egy szisztéma szerint dolgoztunk, ami eddig jól működött. Ezen a mérkőzésen is tudtuk azt, hogy csapatban kell dolgoznunk, mert az egyéni rutint, játéktudást, tapasztalatot figyelembe véve magasan fölöttünk állt ez a csapat, akiknek vérmes reményeik vannak, mert nem titkoltan NB1-be szeretnének kerülni, illetve hát ott is szép fokozatosan lépegetni előre. Csapatmunkában bíztunk, de hát ebben a csapatmunkában most sajnos elég sok hiba vegyült, ha mást nem mondok, 41 közeli kísérletből 14-et tudtunk értékesíteni, és az ilyen szinten már nagyon kevés. Sajnos az izgalom, az ellenfélnek a magasság, súlybeli előnye ezt hozta ki, hogy sokat hibáztunk sajnos. Az alapszakaszban a nyíregyháziak idegenben is sok meccset nyertek, ezúttal azonban bravúra lenne szükség ahhoz, hogy a Sunshine Nyikse ott legyen az NB2 feljutásról döntő tornáján. Azt tudtuk, hogy már ezen a mérkőzésen is kisebb sérülésekkel a hátunk mögött vágunk neki a mérkőzésnek, illetve azt is tudni kell a csapatunkról, hogy többen érettségiztek, többen főiskolai tanulmányoknak tesznek eleget. A Bánki szakközépiskolát, a saját otthonunkat az utóbbi időszakban felújították, nyilázáró csere volt. Talán azt mondhatom, hogy az elmúlt két hónapban olyan jellegű csapatmunkát a csapat ebben a csarnokban és csapatilag sajnos nem tudott végezni, mint amit kellett volna. Ez egy kicsit látszott is a teljesítményen, viszont nem lennénk sportemberek, ha nem úgy készülnénk az elkövetkező két napban, hogy szeretnénk helytállni, és ebben a helytállásban bravúr is benne van. Az Újpest Megyeri Tigrisek Sunshine Nyikse mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. A vendégek számára legalább az jó hír, hogy az első mérkőzés után kórházba kerülő Farkasinszki Gábor keze nem tört el, így a legutóbb 16 pontig és 14 lepattanóig jutó center reményei szerint vállalni tudja majd a játékot. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Akár 17 ezer hektárra bővülhetnek a következő években a hazai gyümölcsültetvények. A Központi Statisztikai Hivatal idén tartott gyümölcsültetvény összeírást, ennek során mintegy 73 ezer hektárnyi területről gyűjtöttek adatokat a hivatal szakemberei. A felmérésből az is kiderül, a megy mellett almafákat terveznek telepíteni a legnagyobb területen a gazdálkodók. 400 millió forintból közel 1300-an vehetnek részt a kormány új diplomamentő programjában. Ez azoknak nyújt segítséget, akik oklevelüket a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták meg. A támogatás fejenként legfeljebb 300 ezer forint lehet, a programban résztvevőknek pedig legkésőbb 2020. március 31-éig kell bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványukat és az alapján kiadott diplomájukat. Második helyet ért el Panyola községe a magyarországi falumegújítási díjpályázaton a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért díjkategóriában.
A pályázati anyag a település fejlesztéseit mutatja be egy több mint 10 éves időintervallumon belül. A díjról és a település fejlesztéseiről Muhari Zoltánt, Panyola polgármesterét kérdeztük 35 perc című műsorunkban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 1-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!